Tavalyi sikere megismétlésére készül a Fradi, holnap nagy lépés tehát, hogy ismét a Bajnokok Ligája főtáblájára kerüljön. Az FTC elnöke ma felidézte, hogy hosszú volt az idáig vezető út, ugyanis egy romokban lévő csapatot vettek át 10 évvel ezelőtt. Kubatov Gábor szerint a baloldali kormányok alatt mindig nehéz helyzetbe került az FTC. 2006-ban a Ferencváros történetének mélypontjára érkezett. A Magyar Labdarúgó Szövetség fellebbviteli licenszadó bizottsága kizárta a Fradit az élvonalból. A klub ugyanis az akkori többségi tulajdonos kiszállása miatt nagyon nehéz anyagi helyzetbe került. A zöldfehérek 3 szezont húztak le a másodosztályban. A csapat végül 2011-ben került a Kubatov Gábor vezette Ferencvárosi Tornaklubhoz. 15 évvel a Fradi legsötétebb napjai után most a Ferencváros játékosai az UEFA Bajnokok Ligája idei selejtezőjének rájátszásában a svájci Young Boys ellen lépnek pályára. A Fradi az egyik nagyon erősnek tartott közép-európai csapatot, a Szlávia-Prágát összesítésben 2-1-re legyőzve jutott immár sorozatban másodszor a Bajnokok Ligája rájátszásába. Amikor balosok volt a kormányon, akkor a Ferencváros mindig bajba került. Mindig bajba került a Ferencváros, amikor a baloldal kormányzott. Meg kell csak nézni az elmúlt 30 évet. Ezt válaszolta Kubatov Gábor arra az újságírói kérdésre, hogy a sikerek mellett milyen tényezők biztosítják a klub hosszú távú stabilitását. Hangsúlyozta, a Fradit úgy építik fel, hogy minden helyzetben talpon maradjon a csapat. Azért van olyan stadionszerződésünk, amilyen van, azért vannak olyan hosszú távú szponzorszerződéseink, amilyenek vannak, hogy a Ferencvárost meg tudjuk tartani olyan csapatnak, mint ami most van. Kubatov Gábor arról is beszélt, hogy nagyon sokat segítenek a Ferencváros nemzetközi bevételei is. Emellett figyelik azokat az új lehetőségeket, mint például a közösségi média, valamint a tartalomszolgáltatás, amelyekkel tovább erősíthetik a Fradi gazdálkodását.